Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Kárpát-medencén belül, és Óperenciás tengeren is túl, meg még azon is túl. Nagy örömmel nyugtázom, hogy a mindennapos webkonferenciák elnyerték az embereknek a tetszését, nem csak Európában, hanem az egyéb földrészeken is, hiszen aki március 21 óta itt van köztünk, és figyel, vagy még jegyzettel is, az kérem szépen már elvégzett ingyenesen egy germán gyógytudomány tanfolyamot, mindent megérthet, ami fontos számára, a kérdésekre adott válaszokból olyan dolgokat is megtud, amit meg se kérdezett, és én úgy gondolom, hogy aki élt ezzel a lehetőséggel, az nagyon, de nagyon előre haladt abban, hogy ezt az egészet megértse, illetve aki régen volt tanfolyamon, és most rászánta az idejét, hogy esténként velünk tölti, nos, annak is egy nagyon jó felfrissítése a régi tudásnak. Természetesen minden tudás annyit ér, amennyit átviszünk belőle a gyakorlatba, különben nagyon jól néz ki a könyvespolcon. Én gyakorló orvosként csak olyan dolgokban hiszek, és csak olyan dolgokkal foglalkozok, amelyeknek gyakorlati jelentősége és bizonyítása van. Hát a germán gyógytudomány pont erről szól. Hammer doktor valami fantasztikusat adott az emberiség számára. Igaz, hogy életének a legnagyobb tragédiája vezette ehhez a felismeréshez, de most mit mondjak, talán ez volt a sorsa, talán ez volt a küldetése, mert amikor a 19 éves fia 78. december 7-én meghal a karjai között, ugye tudjuk, hogy a savoyai herceg, az olasz trónörökös lőtte meg, akkor kérem, elindul nála egy biológiai program, egy heredaganat, ami két hónapon belül már februárban ugye nem lehet letagadni, orvosként kollégákhoz fordul, a műtétbe belemegy, kemósugárkezelést nem vállal, és kevesebb, mint 1% túlélési esélyt adtak a kollégának az életben maradáshoz. Hammer doktor úgy látszik mindent kibírt, teljesen felgyógyul, és 1981 őszén bejelenti a rák vastörvényét, ugyanis a rákklinikán dolgozva, mint belgyógyász főorvos, megtudja minden betegtől a daganat kialakulásának a körülményeit, ezt rendszerbe foglalja, és rájön, hogy mind a 200 esetben, és aztán több tízezer eset is igazolta, hogy mindig egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás az, ami elindít bennünk egy szervi elváltozást. De nem minden érzelmi megrázkódtatás, vagyis gondolat és érzés összekapcsolása, amit egy pszichés megrázkódtatást jelent szaknyelve lefordítva. Mindig van egy negatív érzés és egy negatív gondolat, és ez az agy közvetítésével fog elindítani egy szervi elváltozást, de hát a magyar nyelvben ezt lelki megrázkódtatásnak nevezzük, és pontosan ezért van az, hogy ezt eszerint fogjuk ezután taglalni, de senki se a nagybetűs lélekre gondoljon, hanem arra a pszichés megrázkódtatásra, amiben benne ragadtunk, és magányosan éltük meg. Vagyis a továbbiakban is ki vagyunk téve annak, hogy váratlan, meglepetésszerű, súlyos érzelmi megrázkódtatások érnek minket, de csak tőlünk függ az, hogy meddig maradunk benne, és hogy ezt mennyire elszigetelten, magányosan éljük meg. Ez az öt kritérium, a DHS kritériumai néven lett meghirdetve Hammer doktor által, hisz a fiáról, Dirk Hammerről nevezte el ezeket a dolgokat, és hát ugye itt, ezen a képen, hát Hammer doktornak látjuk a 19 éves fiát, Dirk Hammer, és kérem szépen, hát 19 éves fiúval, illetve halálával indult gyakorlatilag el a germán gyógytudomány felfedezése. Az első természettörvény felfedezése tehát 1981-ben történik, akkor még Hammer doktor nem tudta, hogy további törvényeket is föl fog fedezni, de a fia megjelenik álmába, mosolyogva, megdicséri az apját, hogy milyen gyorsan rájött erre, és azt mondja, hogy még van kutatni valód, még folytasd a kutatást. Hammer doktor ugyanakkor rájön, hogy abban a pillanatban, amikor mi megélünk egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatást, kialakulnak a sinek, vagyis rögzülnek azok a körülmények, amelyek között mi megéltük ezt az egészet, és már tudjuk jól, hogy az allergiák, az pontosan a sinek munkájának köszönhető, ezért lesz ételallergiánk, hogyha bosszankodunk, miközben eszünk,
ettől lesz mindenféle légúti allergiánk, mert ki akarjuk szaglászni a veszélyt, de akkor azt is kiszaglászunk, ami a levegőben benne van, és a többi, és a többi. Elől összefoglalót lehet nézni a weblapon. Hámer doktor az eddig betegségeknek nevezett folyamatokat értelmes biológiai különprogramoknak nevezi, ez az EBK, és rá fogunk jönni, hogy ez a helyes megnevezés, mert valójában, mikor mi betegnek hisszük magunkat, akkor már éppen gyógyulunk. Folytatja a kutatását, és röviddel az első után felfedezi Hámer doktor a második természettörvényt, amiben grafikusan ábrázolja is azt, amit felfedezett. Vagyis a DHS megélése után, ugye, ami lélek-agyszerv szinten indul el, lelkileg mi történik velem? Hát feszült vagyok, ideges vagyok, nem tudok elaludni, felébredek, hogyha elalszom. Szervi szinten kapok egy biológiai segítséget arra, amit én érzelmileg nem tudok megoldani, és ennek az egésznek az agyban lenyomata lesz. És ma ezekkel fogunk egy kicsit mélyebben foglalkozni. De egyszer nézzük meg általánosan, hogy miről szólnak a biológiai természettörvények. Amikor megoldjuk a konfliktust, a KM a konfliktus megoldásának pillanatát jelenti, a biológiánk átkapcsol a gyógyulásba, ekkor jelentkeznek a kellemetlen tünetek, mint gyulladásos tünetek, a rubor, tumor, kalor, dolor, funkció, léza, ezt már mindenki remélem tudja, hogy a rubor az pirosságot jelent, a tumor az duzzanatot, a kalor az meleget, a dolor az fájdalmat, és a funkció léza pedig azt jelenti, hogy hát bizony az érintett szervünk, szövetünk mozgása vagy éppességgel funkciója egy kicsit vissza lesz fogva. A megoldási szakasz is lélek, agyszerv szinten zajlik, tehát itt már kimásztam abból a feszült idegállapotból, de fáj a fejem, mert az agyban is a megfelelő relénél létrejön az exudáció, vagyis a víznek a begyűjtése, és szervi szinten az exudáció, a víz begyűjtése fogja okozni a duzzanatot és egyre nagyobb fájdalmat. A program, ha itt nem akasztjuk el, vagy gyógyszeresen nem akasztják el nekünk a gyógyulásunkat, akkor átmegy az epileptoid krízisben, az mi azért epileptoid, mert nem mindig epilepszia. Az epilepszia is itt fog megtörténni, a grand mal, tehát amikor valaki a padlón vergődik, és különböző izomrángásai vannak, akaratlan izommozgásai. Ehhez kérem szépen a DHS-nek egy mozgással kapcsolatos konfliktusnak kell lennie. Nyilvánvaló, hogy egyéb tényezők is kiváltanak epilepsziás görcsrohamot, például túlzott alkoholfogyasztás, vagy egy agyműtét után, mikor beletúrtak az agyunkba. De ez akkor már nem DHS következménye. Az epileptoid krízisnek pontosan az a biológiai értelme, hogy kipréselődik a víz az agyi központból, vagyis szervi szinten az agyi központot hozzuk először rendbe, és ez a víz kipréselődése, ez a szövetekben is megtörténik, tehát több folyadékot ürítünk, mint amennyi folyadékot megittunk, és jön még egy nagy zuhanás, amint itt látjuk, még egy pirossal jelzett, tehát meleg tünetekkel jelzett fázis, amikor megint kimelegszik a kezünk, a lábunk, és már hangulatilag jól vagyunk, étvágyunk is van, de rettenetesen fáradtak vagyunk. Nos, ha mindezzel tisztában vagyunk, hogy hogyan történik ennek a programnak a kifutása, akkor gyógyultan be is fejezzük a programot. És ahogy azt Réka néhány napja nevezte, a második természettörvény a remény törvénye. Mert ha ezt valaki tudja, hogy hogyan zajlik le az a bizonyos program, akkor tudja, hogy hol tart, és tudja, hogy mikorra fog meggyógyulni. Itt kérem szépen minden kiszámítható, de tessék nekem megmondani, hogy mikor éltük át a DHS-t, és mikor oldottuk meg, de úgy Isten igazából. Mert nem mindegy, hogy hogyan történik a megoldás. Hogy az életkörülmények megváltoztak és megoldódott magától ez az egész, vagy a betegtől oldódott meg, mert érzelmileg elengedte azt, amit érzelmileg átélt. Hatalmas a különbség. Ha érzelmileg zárjuk le a programot, akkor a sinek eltűnnek, ha nem zárjuk le érzelmileg, marad a krónikus lefolyás. És akkor már tudjuk azt, hogy a legfontosabb dolog magát a folyamatot megfogni az elejénél, vagyis nem újjék el nap a haragunkkal, a meg nem bocsájtással, a további duzzogással,
akármilyen negatív érzéssel. Ne feküdjünk le negatív érzésekkel a szívünkben, mert azok az érzések minket fognak megbetegíteni, és nem azt, akire haragszunk. Szóval az első és legfontosabb megoldási kulcs pontosan ebben rejlik, mert ha tudom, hogy az betegít meg, ha benne maradok, elszigetelten egy konfliktusba, akkor pont ezt kell megoldani. Nos, a második természettörvény tehát világossá teszi számunkra, hogy hogyan zajlik a történet, és minden, ne feledjük, lélek, agy, szerv szinten fog lezajlani. A harmadik természettörvényt Hammer doktor a 80-as évek közepén fedezi fel, 85-86-ban, szinte egyszerre a harmadik és negyedik természettörvényt, és rájön, ismerve a betegségek, azaz értelmes biológiai programok lefutását, megfigyeli, hogy mi történik a konfliktus aktív, és mi történik a megoldási szakaszokban, most már ezzel a szemüveggel figyelve az egyes korképeket, és semmi más nem történik, csak három dolog. Vagy sejtek szaporodása, vagy sejtek sorvadása, vagy működésmódosítás történik a konfliktus aktív szakaszban, és természetesen a megoldásban, akkor ennek a fordítottja kell megtörténjen. Mert ha az ősagy által irányított programokban elindítom a sejtek szaporulatát, akkor nyilvánvaló, hogy a feleslegessé vált sejteket le kell bontani a megoldásban, mert senkinek nincs egy felesleges sejtje sem, és amik lebontódnak, azok a nyirokrendszer által lesznek újra hasznosítva, vagyis a nyirokrendszerbe kimutatott bármilyen sejt, az nem áttétet jelent, az pontosan igazolja, hogy gyógyulási fázisban vagyunk. Nem rákos áttétem van, hanem gyógyulási fázisban vagyok. Amikor sorvasztok sejteket a konfliktus aktív fázisba, és itt a nagy agy programjai kerülnek szóba, akkor a lebontott sejteket visszaépítjük a megoldási fázisba természetesen, és még ebben sem vagyunk egyedül, mert majd a negyedik természettörvényből kiderül, hogy kik a mi segítőink. Ha pedig egy működést változtattam, tehát nem a sejtek számával fogja a testünk, a túlélésünket biztosítani, hanem bizonyos működések fékezésével, gátlásával, visszavonásával, akkor ez a működés helyre fog állni a megoldási szakaszban. Így gyógyulhat meg 20 év után egy cukorbeteg teljesen, de így gyógyulhat meg egy agyvérzés után is valaki, ha hajlandó lezárni azt a konfliktusát, amivel ezt az egész történetet elindította. Ugye kérem, kezd a dolog izgalmasabbá válni. Nos, nézzük meg, hogy miért is van ez így a biológiánkban, miért nincs mondjuk negyedik, ötödik és hatodik lehetőség. Hát azért kérem szépen, mert három csiralemezből fejlődött ki minden sejtünk, minden szövetünk, így a sárgával jelzett belső csiralemez vagy endoderma sejtjei az ősagy irányítása alatt vannak, nevezetesen az agytörzs irányítása. Ide tartozik az agytörzs és a kisagy, amit itt fölötte látunk ábrázolva, ezek ketten alkotják az ősagyat. Tehát sejtet szaporítunk azért, hogy megkapjuk azokat a feltételeket, amelyek a túlélésünkhöz szükségesek, márpedig itt nincs másról szó, csak arról, hogy levegő, víz, táplálék, fény és hang. Ezek olyan falatok a szervezetem számára, hogyha ezekre szükségem van és meg szeretném kapni, akkor sejtszaporítással fogok reagálni a tápcsatornában, a tüdőben, a vesében, a szemnek a szivárványhártyájába, illetve a középfülbe. Itt mindig előbb sejtet építek, aztán sejtet bontok. És természetesen, hogy a nagy okos agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között, kérem szépen. Ez hatalmas probléma is, de hatalmas segítség is. Éppen ezt ki is lehet használni a gyógyításban. De ebben az esetben arról van szó, hogy a szervezetem mindent falat konfliktusként fog megélni, ami számomra azt az érzést kelti, hogy kell, hogy ez nekem kell, de nagyon kell, és nagyon akarom, hogy az enyém legyen, hogy megszerezzem, stb. Na most ez a bekebelezés, ugye, elindítja a programot a szájüregtől, és ha már nagyon meg akarok szabadulni tőle, akkor a vastagbélben lesznek sejtszaporítási akcióim, de a falat konfliktusokról szóló előadást, ha megnézzük, ezt mind megértjük. Mint mondtam, az ősagyhoz tartozik az agytörzsön kívül a kisagy is,
Ez is szaporítást indít a hozzátartozó sejtekben, de ehhez egy vélt vagy valós támadást kell megélni. Vélt vagy valós támadás. Most ez az, ami megint ugye arról szól, hogy valóság álom illúzió. Senkit nem kell megverni, csak félnie kell attól, hogy megverik. Akkor már az írhában fogja elindítani a programot. Itt látjuk a kisagyi metszeten az írhának a reléjét itt hosszan, hátul. A támadási konfliktusra a burkok is meg tudnak vastagodni, a hashártya, mellhártya és szívburok, ne felejtjük, Hámer doktornak hashártya áttétet diagnosztizáltak, az áttétet nagyon is idézőjelben mondva, hiszen rengeteg övön aluli támadást élt meg azáltal, hogy a fia gyilkosa mellé állt a sajtó, és nem az igazság kiderítésével voltak elfoglalva a kedves firkászok. A túlzásba vitt aggódás is ide fog becsapódni egyik vagy másik kijelölt pontba, és ez a túlzott aggódás melldaganatot, a mell tejtermelő sejtjeinek a túlszaporodását fogja elindítani. Megérkezünk a nagyagyhoz, és látjuk, hogy a nagyagy a pirossal jelzett rész, és ez a narancssárga, ez szintén ide beletartozik. Tehát az agy kéregés alatta levő agyvelő alkotja a nagy agyat, és mint mondtam az előző fóliánál, az ebből kiinduló programoknál viszont sejt sorvadás indul. A fehér állományban az önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusaink csapódnak be, amelyek mindig önpusztítást jelentenek a szervi szinten is. És az a téma, ami miatt én leírtam magam, az meghatározza, hogy a testemnek melyik részét kezdem sorvasztani, az érzés erőssége pedig eldönti, hogy milyen szöveteket bontok. A legsúlyosabb önleértékelés a csontot fogja sorvasztani, ebből lesz a csontritkulás, de ezt csont áttétnek fogják nevezni akkor, ha valahol kimutatnak egy daganatot. Ha nincsen sehol daganat, akkor csontritkulás. A túlzott sejtszaporulat is daganat lesz, pedig mindig túlzott sejtszaporulatot élvezünk, amikor van egy törés, egy csonttörés, és ugye a káluszban a csontnak a összehegesedett két végén a csont tömörebb, mint volt azelőtt, de mivel ezt egy baleset okozta, ez akkor természetes. Ha nincs baleset, akkor már természetes, hogy ezt ráknak nevezik, valahogy nem arról van szó, csak az önleértékelési konfliktusomat, azzal játszok, ugye, hol leírom magam, hol rendbe teszem magam, és az önleértékelési programoknak pont az a célja, a biológiai értelme, hogy erősebb legyen a lebontott szövet a program végére, mint volt. Tehát teljesen világos, hogy erősebb elmeszesedést látunk egy csonton, mint volt azelőtt. Ugyanígy az ízületeink is erősebbek lesznek, azaz duzzadtabbak, deformáltak lesznek, hogyha oda-vissza eljátszuk az önleértékeléseket, amelyek a végtag ízületeire vonatkoznak. És akkor már is megértjük, hogy a reumatoid artritisnek nevezett korképben mit is kellene helyre tenni. Az izomzat, a haráncsikolt izomzat is el tudja játszani ezt a leckét, amikor az önleértékeléshez egy mozgással kapcsolatos konfliktus is kötődik, és először bontok, aztán építek, meg megint bontok, megint építek, és mi lesz az eredmény? Úgy fogják hívni, hogy rabdomioszarkóma, vagyis egyfajtája a rengeteg kötőszöveti betegségnek, mert itt már szövet minták alapján kapják az elnevezéseket a medicinában a szövetek, és ez sem jelent semmi rosszat a szervezet részéről, csupán megerősítette azt, amit folyton lebontok és visszaépítek. A legegyszerűbb, a legenyhébb önleértékelés a kötőszövetet és zsírszövetet érinti, még itt is képesek vagyunk rossz indulatú daganatot diagnosztizálni, de már nem akarom tovább az idegrendszert feszíteni, mert rá fogunk jönni, hogy nincs rossz indulat a szervezetünkben, hisz mindennek értelme van, csak annak nincs értelme, hogy bent ragadunk egy konfliktusban. Na, ennek az egynek nincs értelme, hogy nem zárjuk le békével a napjainkat. A piros színnel jelzett külső csíralemez sejtjeit, amint látjuk, az agykéreg irányítja, és ez a piros baba az elválasztási konfliktusokat jelzi mindenki számára, vagyis az a bőr, amit mindenki lát, a testére néz, erre a bőrre vonatkozik, a bőrnek a külső rétegére, ugye alatta van az írha, a külső rétegére vonatkozik, itt is előbb sorvadást indítok érzéketlenséggel,
és zsibbadás érzése, majd a megoldásban jön a fájdalom, a hólyagosodás, és minden, ami kellemetlen, és futunk a bőrgyógyászhoz. Az agykéreg nem csak az elválasztási, hanem a birtok konfliktusoknak a rendezését is elvégzi, mégpedig azzal, hogy bizonyos testüregi csövek nyálkahártyáját elkezdi sorvasztani. Mondjuk ezáltal fog tágulni az epe és hasnyálmirigy kivezető csöve, hogy több epe, illetve több hasnyálmirigy váladék ürüljön a bélbe egy nagyon megemészhetetlen bosszúság következményeként. Ide tartozik a szívkoszorú ereg bélése is, aminek a már a konfliktus aktív szakaszban fájdalom fogja jelezni, hogy kedves gazdám, állj le a birtok vesztés konfliktussal, vagy a túlzott szexuális konfliktussal. De ezekről most csak kedvcsinálóként emlékeztem meg, hogy valakit érdekel, megnézheti a birtok konfliktusokat, az elválasztási konfliktusokat, az önleértékelést, a vélt vagy valós támadást és a falat konfliktusokat is külön-külön előadásban. Ebből a képből valami nagyon, de nagyon fontos dolog tükröződik mindenki számára, ha jól megnézi, mégpedig az, hogy a nyilak csak egy irányba mutatnak. Nem két irányba mutató nyilakról beszélünk. Tehát, ha valakinek kialakult valamilyen daganata mondjuk a bélben, az nem fog átétet csinálni a csontba, vagy éppen az agyba, vagy akármi. Tehát ezek egyirányú nyilak. Miután a három csiralemezből minden kialakult, már nem fog egyik sejt a másik csiralemezből származó sejtté átalakulni. Tehát vegyük tudomásul, hogy az áttéteknek a elfogadásához hát nagyobb hitre van szükség, mint az öt természettörvény elfogadásához. Amúgy még senki nem tudta tudományosan cáfolni, hogy Hámer doktornak ne lenne igaza. És itt van a probléma a fel nem oldott konfliktusokkal, mert ha ez így van, akkor természetes, hogy túlzásban visszük a szövet szaporítást, a szövet sorvadást, vagy a működés változást. Két agyvérzéses betegem is volt a körzetemben, és az egyiknek még mindig görcsben volt a keze, és hideg volt a keze, az nem is gyógyult meg, az úgy váltott frekvenciát, vagyis végig konfliktus aktív szakaszban maradt, a másik betegnek viszont kilazultak a görcsös izmai, átmelegedett a keze, mert megoldotta a konfliktust, és átment a megoldási szakaszba, és kérem szépen, ennek az embernek én újítottam meg a jogosítványát, mivel az én hatáskörömbe tartozott, hogy eldöntsem, hogy tud vezetni, vagy nem tud. Teljesen egyszerűen beültem az autójába, és azt mondtam, hogy most indulunk, és amikor azt mondom, hogy állj, abban a pillanatban meg kell állni. És ez az ember tökéletesen vezetett. Addig is vezetett a visszavont jogosítványával, de ezek után én jóvá hagytam, hogy az autóját továbbra is vezessen, mert tökéletesen meg tudta oldani a feladatot, jobban figyelt, mint bárki, aki nem esett át egy agyvérzésen. Na, a policiklikus lefolyás akkor fog beállni, ha magát a konfliktust nem oldjuk föl, kifutott a program, mert ugye megváltoztak a körülmények. Valaki átvert engem, de úgy, hogy csak na. Aztán hát megoldódott a probléma, csak visszaadta azt a pénzt, amivel tartozott minden, de én ezzel még nem tanultam semmit. A következő átverésnél megcsinálom ugyanazt a programot még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer. A függő gyógyulás meg azt jelenti, hogy túl gyakran találkozok azzal az emberrel, aki miatt én úgy éltem meg, hogy bolondot csináltak belőlem, vagy én magamból, és hát ha ez egy családtag, akkor evidens, hogy ez a program nem fog kifutni. Úgyhogy ezért kellene tisztázni mindig a DHS körülményeit, és a megoldást mindenképpen érzelmileg meg kell oldani, mert különben nincs igazi gyógyulás, és nem mindegy, hogy meddig csücsülünk egy konfliktus aktív fázisban. Mint mondtam, a megoldásban nem vagyunk egyedül, hisz vannak segédeink, a bennünk élő segédeket, mikroorganizmusokat, mikrobákat Louis Pasteur ellenségeknek nevezte ki, bár Antoine Béchamp az akkori tőle sokkal híresebb és sokkal műveltebb és tudósabb tudós figyelmeztette, hogy Lajos, az nem éppen úgy van,
és hát Lajos nem tudott meghalni hazugságba, a halálos ágyán mégis elismerte, hogy nem a baktériumok, hanem a millió, vagyis a környezet az, ami megbetegít. És ezzel teljesen egyet tudok érteni, hiszen a bennünk élő gombák és mikobaktériumok, vagyis TBC baktériumok segítenek nekünk a falatkonfliktus, vagy a vélt vagy valós támadás, vagy meldaganat során a felesleges sejteket lebontani. Természetes, ez nem egy illatos folyamat, nem egy La Vie Belle parfüm illata van, de a biológiában ezeket a szagokat meg kell szokni. A mezodermából, új mezodermából, önleértékelés után a baktériumok és a külső csiralemezből származó sejtjeinknél a vírusok segítenek visszaépíteni azt, amit lebontottunk. Na most a millió, igen, a környezet, ami megbetegít minket, és ezek a dolgok viszont nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe, tehát a mérgezések, az ártó szándékkal létrehozott biológiai fegyverek, a sugárzások, mindenféle sugárzást, ami az emberi lény működésére ártalmas. Aztán a megmérgezett táplálék, hogy finoman fogalmazzak, mert nehogy azt higgyük, hogy az, amit megeszünk, az a javunkat szolgálja, vagy éppenséggel az egészségünk megőrzését szolgálja, a gondosan válogatott, és nem akarok termék bemutatót tartani, de tudjuk, hogy vannak olyan gyors étkezdék, ahol nagyon gondosan válogatott húsok és egyebek kerülnek egész drágán a vendégnek a tálcájára, de a hipermarketekben megsütött kenyérben sem liszt van, hanem valami olyan, aminek az összetétele még mindig nagyon titkos, premixnek hívják ezt az fantasztikus dolgot. Rékának ezzel volt is problémája, de megoldotta, kilépett ebből a rendszerből, és nem hajlandó mérgezni az embereket olyan táplálékkal, amelyek nem a javukat szolgálják. Szóval a túlzásba vitt diéták, az extrém diéták, hát ez, kérem szépen, sok mindent kibír a szervezetünk, míg egészséges, míg rendben van. Lehet kísérletezni a távol-keletitől, az indiai kosztonát, a ketogén diétáig és a nyuszi papíjig bármit lehet fogyasztani, ezt mind kibírja a szervezetünk, ezzel nincsen baj. De amikor végre a szervezetem egy program után gyógyulásba kapcsol, akkor ne feledjük el, hogy a májunk az nem spirituális. Annak mind magyarázhatom én, hogy ezt, én ezt szeretem, amikor nincs meg a megfelelő tápanyag a gyógyuláshoz, akkor a máj elkezd szaporodni, és ezt rögtön máj áttétnek fogják nevezni. Úgyhogy tessenek odafigyelni a mindenféle diétára. És akkor még van egy, az ötödik és nagyon fontos törvény, 94, tehát 13 év telt el az első és az utolsó természettörvény felfedezése között, amikor is Hammer doktornak a gondolkodása is a helyére áll, hogy így mondjam. Döbbenetes, beismerő vallomást olvashatunk a könyvében, amikor ráébred arra, hogy addig, amíg az ötödik természettörvényt nem fedezte fel, azt gondolta, hogy a rák az a szervezetünknek egy hibás működése. Az ötödik természettörvény mutat rá arra, hogy minden, ami a szervezetünkben történik, az egy értelmes biológiai különprogram, ami a DHS-sel indul. És mint mondtam, az az egy dolog nem értelmes, hogy ebbe benne maradunk. Nincsenek jó és rossz indulatú folyamatok a szervezetünkben, csak értelmes programok. A jó és a rossz indulat az az emberek fejében van. Az akadémiai orvostudomány még mindig leragadt az anyagnál. Még mindig azt nézi, hogy hogyan lehet egy labor eredményt kijavítani, mert a betegnek az a baja, hogy megváltozott a laborja. A betegnek megbolondult a rendszer, és túl sok a fehérje a vérben. Tehát kemoterápiával mérgezni kell a túlzásban lévő fehérvérsejteket. Holott éppen gyógyul az illető az önleértékelési konfliktusából, éppen az exudatív fázisban van. Szóval nyilvánvaló, hogy aki először hallja mindezt, az megdöbben, hogy te jó Isten, hát itt semmi nem arról szól, amiről eddig tudott, és itt jön most a legnagyobb kérdés. A legnagyobb akadálya a gyógyulásunknak pontosan az, hogy ragaszkodunk egy régi tudáshoz, egy régi meggyőződéshez, valaki mások által kijelentett igazságokhoz.
ex katedrám az egyetemen ezt mondták, akkor az úgy van. Hát ha utána nézünk ezeknek a dolgoknak, úgy igazából, akkor nagyon sok mindenre rájövünk, de én senkit nem akarok meggyőzni arról, hogy Hammer doktornak igaza lenne. Mindenki meg fogja tapasztalni a saját bőrén. Mindenféle bizonyíték nélkül megtapasztalja azt, hogy ha hülyét csinálnak belőle, akkor annak függvényében, hogy ezt hogy élte meg, el fogja indítani azt a folyamatot, amit majd agyi isémiának, sztróknak, tiának, agyi infarktusnak vagy agyvérzésnek fognak nevezni, attól függően, hogy éppen hol tart a program. Ugye így már kezd a dolog izgalmassá és érdekessé válni. Nem véletlenül tettem ide a Hammer iránytűt, mert konfliktus aktív szakasz. Ugye van egy DHS, történt egy konfliktus, egy súlyos konfliktus helyzet, és az illető azonnal sztrókot kapott. Na most, hogy sztrók, vagy tia, vagy agyi infarktus, ez mind a konfliktus aktív szakasznak a megnevezése. A tia az tranzitorikus iszémiás atak, tehát egy átmeneti agyi keringés zavarnak fordítják ezt le, de hát helyreállt a dolog, és biztos az a nyavajás agyi érelmeszesedés az oka, tehát adjunk neki véralvadás gátlót és koleszterin szint csökkentő tablettát. Könyörgök, hol van köszönő viszonyban a koleszterin csökkentő tabletta, meg a véralvadás gátló tabletta azzal, hogy én azt értem meg, hogy bolondot csináltak belőlem, vagy én magamból. Hol van a tablettának ehhez köze? Valaki ezt a konfliktusát ezzel a két tablettával megoldotta már? Soha. Tehát, ha tudnom kell, hogy mi az, hogy DHS, mi jelent agyi problémát ebben az esetben, és természetes, mikor jön az exudatív fázis, azt már agyvérzésnek fogják nevezni. Igen. Látjuk a konfliktus aktív szakaszban ezeket a koncentrikus köröket, mint amikor a tóba bedobok egy követ, és megjelennek ezek a hullámok, de ezt képzeljük el, hogy ez háromdimenziós, ez gömb, csak itt kört látok belőle, egy olyan metszeten, ami az agyalappal párhuzamosan készült felvételen így jelenik meg. Na most, amikor átmegy az exudatív fázisba, akkor természetesen, hogy beödémásodik ez az egész terület, ami éppen érintett, és hát most tessék elképzelni, az a drága műszer, ami koponya CT, vagy MR, vagy PET, vagy bármi, nem tud különbséget tenni a víz és a vér között. Az mind a kettő számára ugyanolyan folyadék, és megjelenik egy ilyen kép, és hát nyilvánvaló, még körbe is van véve, hát akkor hát az, ez egy daganat, nem de bár. És rögtön rá fogják fogni, hogy daganat, vagy jó esetben csak annyit, hogy agyvérzés. Nos, a következő képen lehet ezt, kérem szépen, előállítani. Tehát bolondot csináltak belőlem, és képtelen vagyok belőle kilépni. Ha képtelen vagyok kilépni belőle, mit csinálok? Blokkolom a mozgató relében a mozdulatot. És természetesen, hogy félrehúzódik a szám is, vagy egyszerűen csak fél oldalt lebénul a testem. Azzal kapcsolatosan, nyilván anyagyerek partner oldal, ahova tartozik ez a konfliktus. Tehát azonnali blokkolás, féloldali bénulás, hemiplégia, ugye, ha hamar megoldotta és újra elkezd mozogni, hát akkor azt mondjuk, hogy átmeneti agyi keringési zavar volt. Ha ugyanezt megélem, hogy bolondot csináltak belőlem, de megszégyenültem, na akkor lesz az arcideg bénulás, és látjuk ezen a képen, hogy melyik oldal bénult le. Természetesen a bal oldal bénult le, és mivel itt az izomerő már nem akkora, mint a túloldalt, az erősebb oldal elhúzza a szájat a maga felé. Tehát ennek a hölgynek, ha a bal arc fele érintett, és jobbkezes, akkor hülyét csinált belőle az édesanyja, vagy valamelyik gyereke, vagy bolondot csináltam magamból, mert jobbkezesnek az önmaga oldala is a bal oldala. Balkezesnél fordítva. A megszégyenülésnek is vannak fokozatai természetesen, ami egy ilyen program után esetleg még egy arcbőrnek a sorvadását, mert mondjuk azt teszi hozzá, hogy ég a pofám a szégyentől. Na, ha ég a pofám a szégyentől, de nem csináltak bolondot belőlem, akkor természetesen, hogy egy teljesen más program fog ebből elindulni.
Most, ha függőgyógyulásban marad a történet, akkor természetesen lesz belőle trigeminus neuralgia, vagyis a fájdalom az megmarad. Agyvérzés másik tünete, ugye, hogy megváltozik a beszéd. Vagy teljesen elnémul az illető, vagy érthetetlené válik a gagyogása, mert az a megélése, hogy köpni-nyelni sem tudtam a meglepetéstől, amikor azt közölték velem, hogy egy nagyon jó villamosmérnök barátunkkal csinálták ezt még annó, amikor én még dolgoztam, és hát persze akkor még nem értettem ezeket a dolgokat így, még akkor nem találkoztam a germán gyógytudománnyal, és hát a beszédét csak ő értette, mert mondta, csak éppességgel összefüggéstelen szótagok jöttek egymás után ki, mert pont ez volt a megélése, de a cégben volt annyi becsület, hogy miután lejárt az egyéves táppénzes ideje, azután nem a rokkantosítást választották, hanem végkielégítéssel nyugdíjazták. Mert egy nagyon komoly szakemberről beszélek. Csak hogy az ember utólag is tudja rekonstruálni, ha nem a maga történetében, akkor az ismeretségi körében is tudja rekonstruálni, hogy mi minden történt akkor vele. Mondom, mindig az én megélésem az egyetlen valóság. És akkor nézzük meg, hogy mi az, hogy agydaganat. Még mindig a koponyalappal párhuzamos sikkal fogjuk nézni a képeket, és hát akkor itt most mi történik? Hát úgy néz ki, hogy ez a körbeírt terület, hát ez világosabb, mint maga az agyszövet. Vajon miért világosabb? Hát azért világosabb, mert sűrűbb a szerkezete, mint a többi résznek, ezért kevesebb sugár megy át rajta, mint az agy többi részén. Ezt mindig tisztázzuk a tanfolyamokon. Na most kérem szépen, akkor miért változott meg a szerkezete ennek az agyi központnak? És ez most pontosan egy igazságtalansággal kapcsolatos konfliktus, mert én folyamatosan azt élem meg, visszatérő, meg nem oldott konfliktus, hogy mindig igazságtalanak velem szemben. Az a probléma, hogy ezt túl gyakran éljük meg. Nem tud a program kifutni, nem tud az agyi relé rendbe jönni, és ezért elindul a gliasejt szaporulat. Ne feledjük el, hogy a gliasejt az nem az idegsejt. A gliasejt mondhatom úgy, hogy az agyszövetben összetételében résztvevő kötőszöveti elem, aminek az a feladata, hogy megtámaszza, táplálja a idegsejtet, létrehozza a véragygátat, ha kell, termeli az ependimasejt, az éppen termeli az agygerincvelői folyadékot, tehát ezeknek a sejteknek nagyon fontos szerepük van, és részt vesznek az agyi relének a rendbehozatalába. De hát, hogyha függő gyógyulásban van, akkor mind rendbe fogja hozni, és tudjuk jól a kötőszöveti sejtekről, hogy függő gyulladásban egyre több lesz belőlük. Így teljesen érthető ez az egész. Ha valakinek semmi baja nincs, de találnak egy ilyet az agyába, és nem egy ilyen beteget ismerek, illetve már csak múlt idő, ennek belenyúlnak az agyába, és kiszedik azt az agyi központot. És milyen csodálatos az agy, mert a kiiktatott relének a működését idővel át tudják venni egyéb idegsejtek. A világ legcsodálatosabb komputerébe piszkálnak bele az idegsebészek. És azon túl, hogy agyvelőt látnak, mint a hentes a pulton, egyebet nem sokat. Szóval elnézést kérek mindenkitől, akit bántólag érint mindaz, amit elmondok, én senkit nem akarok megbántani. Én csupán ébresztő gondolatokat szeretnék közölni azzal kapcsolatosan, hogy ameddig nem változtatjuk meg a nézőpontunkat, addig semmi nem fog megváltozni. Igen, amikor agynyomás fokozódás lép fel, akár egy ilyen elváltozás, akár a meg nem értettség, magányosság miatt fellépő, hát ödéma miatt, akkor meg lehet azt csinálni, amit balesetek során is megcsinálnak, hogy lékelik a koponyát, hogy a nyomás hatására ne történjen meg a beékelődés, mert az azt jelenti, hogy ha itt nagy a nyomás a koponyába, egyetlen lyukon, az öreg lyukon keresztül benyomódik az agytörzs, illetve hát a nyúltvelő, a nyúlt agy benyomódik a gerincvelőt lefelé nyomva, és akkor ott végünk van, mert ugye a nyúlt agyban vannak a légző,
a ki- és belégzés szabályozó központok, a szívműködést, a nyelést, a csuklást rendező központjaink, és ha ez nyomás alá kerül, akkor ott vége a mutatványnak. Ne feledjük, hogy a nyúlnak a nyúlt agya kinyúlik a koponya alá, és ezért, ha tarkon ütik a nyulat, azonnal frekvenciát vált. Az embernek a nyúlt agya bent van a koponyába, de hogy a agynyomás fokozódás ne nyomja ki, tehát meg kéne lékelni azt a koponyát, megvárni, még elmúlik az duzzanat, és utána vissza lehet ezt az ablakot zárni. Itt egy hatalmas megoldási fázisban levő programot láttunk, mégpedig kettőt, egy rémületfélelem és egy szexuális konfliktus van megoldásban, de ezt a hölgy eszméletlen nagy magányosságban, létkonfliktusban, ja Istenem, mi lesz velem, félelmekkel élte meg, és ezért gyűlt agyi szinten is be ekkora folyadékmennyiség, ami látjuk, a középvonalat eltolta balról jobbra. Tehát itt csupán erről van szó. Az idegsejt különben nem szaporodik, a gliasejtek azok igen tudnak szaporodni, és miért lehet ilyen dolgot csinálni? Mert mondjuk valakinek az a rögeszméje, hogy neki igaza kell legyen, és ha nem adnak neki igazat, akkor oda-vissza el tudja ezt az egészet indítani. Most tessenek elgondolkodni azon, hogy kinek mi a rögeszméje. Jó lenne erről leszokni. A rögeszmék rögöket fognak létrehozni az agyunkba, és ezt agydaganatnak fogják nevezni. Én nem tudom csak ismét Osót idézni, aki annyit mondott, hogy ha boldog vagy, igazad van, ha nem vagy boldog, nincs igazad. Engem ez a mondat térített észhez, és ennek a mondatnak a hatására kezdtem keresni, hogy mi is az a valódi boldogság, és ennek kapcsán meg kellett azt is keresem, hogy mi az a valódi szeretet. Mert ameddig én az életemet úgy képzelem el, hogy majd akkor leszek boldog, ha... Hát addig ez olyan, mint az a nóta, hogy várj, míg fel kell majd a nap. Arra mind várhatunk. A legfontosabb dolog lenne, hogy megértsük, hogy a boldogságunkat akkor fogjuk megélni, hogyha békében élünk önmagunkkal, és békében élünk a világgal. Ezt csak mi tudjuk önmagunknak előállítani. Ez nem másoktól függő program. Vagyis nem attól függ a boldogságom, hogy majd, ha eljutok ide, majd, ha megveszem azt, majd akkor boldog leszek, mert ugye akkor már is szólok, hogy lesznek újabb ha feltevések, hogy mit kellene még elérnem, hogy boldog legyek. És hallottuk az Orán nótában a Mi is kéne még című dalt, és ha erre rágondolunk, hogy mi mindent ki tudunk mit találni, hogy még mi is kéne, az egyszerűen döbbenetes. Amikor leállunk az anyagi világ örömeit hajszolni, vagy mondjam úgy a biológiai élvezeteket hajszolni, és rájövünk arra, hogy micsoda fantasztikus élmény a belső békének az élvezete, hát akkor egy teljesen más gondolkodással fogunk eljutni oda, hogy ezt fogjuk keresni. Márpedig akinek béke van a szívében, annak béke van a testében is, és az nem betegszik meg. És békét tud teremteni maga körül, és a világ békéhez békés emberekre van szükség, és nem fegyverekre. A kérdés most tudom még néhány hallgatóban ott van, hogy de mi van akkor, ha mutatom. Halmer doktor ebben a könyvében természetesen rámutatta arra is, hogy egy-egy elesés következtében szubdurális vérömlenyek ki tudnak alakulni. Tehát ez nem DHS, hanem ez egy baleset következménye, ugye? És bevérzés történik, tehát ilyen bevérzés van. Van természetesen meningitis, vagyis lágy agyhártyának a gyulladása, és van agyvelő gyulladás is, mert azért ne felejtsük, hogy a sebészi beavatkozás az agydaganatok során mindig éber állapotban lévő betegnél történik. Hát az agyban való, most mondjam azt, hogy finoman, hogy matatás, azért az nem mellékhatások nélküli. Létrejönnek tömeges vérzések, ezek után az agyban nem egyszer fordul elő, hogy az első műtét után jön a második, a harmadik, és már több nem nagyon. Az is előfordul, úgy nagyjából 1%-ban, hogy egyéb elváltozások is létre tudnak hozni
vérzéseket, az agy területén egy kiszakadt érszakasz, aminek a fala már elvékonyodott, ugye ezt aneurizmának nevezzük, ha egy ilyen kiszakad, akkor valós vérzésről beszélünk, és nem másról, de én agyi aneurizmáról a 30 évig akadémikus medicinában eltöltött időm alatt 2 esetben találkoztam, és addig én több tízezer beteggel is találkoztam, tehát abból az tényleg ritka. A nagy kérdés csak az, hogy ezeket a dolgokat megértjük, és a rák vastörvényét alkalmazzuk, vagy nem alkalmazzuk az orvostudományban. Mert ha elkezdjük a rák vastörvényét, illetve az 5 természet törvényt alkalmazni, akkor rá fogunk jönni magára a kiváltó okra, és alapjában az életfontos ellátások mellett, amire természetesen továbbra is szükség van, esetleg a beteg lélegeztetésére, intenzív ellátására, ez nem ördögtől való dolog, erre pont szükség van. Tehát Hámer doktor nem az akadémikus ellátás ellen van, csak az ellen, amikor ezek az ellátások nincsenek köszönő viszonyban azzal, amire a biológiának szüksége van. Hámer doktor nagyon szépen rámutat azokra a dolgokra, amelyek pontosan azért lényegesek, hogy a gondolkodásunk megváltoztatásával valós segítséget tudjunk adni a betegeknek. Idézek most tőle egy mondatot ebből a könyvéből. A germán gyógytudomány nem résztudomány, amely mindössze a konfliktus megoldásra korlátozódik, hanem egy átfogó orvoslás, amely lelki, agyi, szervi szinten egyaránt nyomon tudja követni a betegség lefolyásának minden mozzanatát. Azonban a germán gyógytudomány gyógyszeres kezelés csak a természetes gyógyulási folyamat komplikációinak a mérséklésére vagy elkerülésére alkalmaz. Például egy páciensnek kortizont adunk, ha túl nagy az agyi duzzanata, hogy túlélje a gyógyulási fázist. De csak akkor, ha nincs szindrómája, mert akkor viszont a kortizon ellenjavalt. Nos, ez az, amit meg kéne érteni, és nem egy esetben Hámer doktor azért nem tudott a betegein segíteni a hozzáfordulókon, mert a kedves kollégák az ő javaslatait vagy utasításait nem voltak hajlandók betartani. Erről is van esetismertetés a készülőkönyvben. Remélem, mi ma este is rájöttünk, hogy a germán gyógytudomány alap a megértéshez, a felismeréshez, a megelőzéshez és a megoldáshoz. Mert ha tudom, hogy egy ilyen konfliktusnak ilyen-olyan súlyos következménye van, akkor bármilyen átverésről is legyen szó, megkérek mindenkit, zárja le ma este a konfliktusát, és írja fel az elképzelésének, meg nem valósulásának az árát, írja be a tandíj kategóriába. És onnantól kezdve ezt az egészet elengedheti. Szóval a germán gyógytudomány reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető, ez nem kérdés, ez teljesen egyértelmű, jó lenne, ha a mai medicinára is ezek a tudományt meghatározó ismérvek igazak lennének. Itt nem statisztikáról beszélünk, amúgy Churchill is megmondta csak azt a statisztikát, hiszem el, amit én hamisítottam meg, és van kis hazugság, nagy hazugság és statisztika. Most azzal együtt a statisztikának a biológiában nincs szerepe. Van a mindenféle egyéb matematikában és csak az anyagi világgal foglalkozó tudományokban, de a biológiában a minden vagy semmi törvénye az, ami uralkodik, vagyis ha mindent megteszek a gyógyulásom érdekében, akkor meggyógyulok, ha semmit nem teszek, akkor nem gyógyulok meg. A félig csinálom, félig nem, az kérem szépen egy nagyon rossz döntés. Nem kellene állatokat kivégezni ahhoz, hogy valami részeredményt megkapjunk, és azt az állaton kikísérletezett eredményt meg ráhúzzuk az emberre. Az 5 természettörvényt egyszerűbb lenne elfogadni, és az embriológiát, mert ez egy alaptudomány az embriológia, és mindenki ugyanúgy fejlődött ki a megtermékenyített petesejtből, mint az összes földön élő ember. A legjobb megelőzés,
Tehát érzelmileg megoldani a dolgokat, és akkor nem fogunk megbetegedni, nem fogunk szenvedni tovább. Köszönöm mindenkinek a figyelmét!